kormány az elmúlt hónapokban, tehát most már kormány, második Orbán kormány, harmadik Orbán kormányról beszélek, tehát az új ciklusról, az alapellátás finanszírozását megemelte. Elsőként a házi orvosi praxisokat érintő egyik legfontosabb változást emelte ki Cserna Gábor a Fidesz helyi szervezetének keddi sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az alapellátás megerősítését szolgálja továbbá a pályakezdő orvosok támogatása és az állami finanszírozás önkormányzati kiegészítése is. Beindítottunk olyan programokat, hogy fiatal pályakezdő orvosok az adott településeken nagyon régóta a helyettesítési státuszban lévő praxisokat be tudjanak tölteni. Erre jó példa pont a mai hírlapban szereplő Makkai Noémi példája, aki a közismert és egészségügyi díjban részesült dr. Kókány nyugalomban vonult Kókány Ágnes doktornőt váltotta, egy nagyon fiatal, 20 éves orvosként az egyik dunajvási gyermekorvosi körzetben. Hogy helyben is konkrétumot mondjak, megkeresett engem május körül a helyi háziorvosi kamara képviseletében több doktornő, és kérték, hogy az önkormányzat az állam által adott alapfinanszírozáson felül pluszban évvégéig, mert egyelőre úgy szól a közgyűlési döntés, most kapásból összeggel nem tudok mondani, de évvégéig per hó minden hónapban minden egyes gyermek és felnőtt háziorvosi praxis önkormányzati támogatását kiegészítjük. Cserna Gábor a jelentős változások közé sorolta még a HPV elleni védőoltások ingyenessé tételét a 12. életévüket betöltött diáklányok részére. Hozzátette, pedagógusként is nagyon fontosnak tartja, hogy ne csak az alap- és szakellátást stabilizálják, hanem megoldást találjanak a népegészségügyet érintő problémákra is. A méhnyakrák a hölgyek körében a sajnálatos daganatos betegségek között a második leggyakrabban előforduló daganatos korisme. Így a kormány, és Dunás, akkor levetítem településünkre, Dunás önkormányzata valamennyi 12. életévé betöltött, normál esetben 7. osztályba járó kislány, vagy már nem is olyan kislány, HPV, magyarul méhnyakrák, hogy mondjuk ki, méhnyakrák elleni védőoltásán ingyen sem biztosítja. A pártelnök sajtótájékoztatója végén hangsúlyozta az egészségügy országos szintű fejlesztésére szánt 300 milliárd forint összegű állami támogatást is. Mint mondta, ennek köszönheti városunk a Szent Pantaleon Kórház új műtőblokkjának megépülését, amely mintegy 4 milliárd forintos beruházást jelentett. Helyben is megtörtént.